A 2000-es évek elején a fiataloknak kevesebb, mint harmada az, aki internet hozzáféréssel rendelkezett. A 2016-os ifjúságkutatás adatai azonban alátámasztották azt a már más kutatásokból is megismerhető tényt, hogy a fiataloknak a 88%-a rendelkezik internet hozzáféréssel, a fiataloknak több mint 80%-a nyilatkozott úgy, hogy napi szinten használja az internetet, és a fiataloknak a negyede most már folyamatosan online van. Ez mind-mind felkiáltó jel a számunkra, és úgy gondoljuk, hogy a fiatalok számára meg kell teremtenünk azt a lehetőséget, hogy tudatosan tudják használni az internetet. Minden olyan eszközt a rendelkezésükre szeretnénk bocsátani, ami elősegítheti az ő biztonságos internetezésüket, és azt, hogy biztonságban tudjanak felnőni, nem csak a valós offline térben, hanem az online térben egyaránt. 2017 nyarán Novák Katalin államtitkárasszony jelentette be a digitális immunerősítő program indítását, és szakértőket kértünk fel mind a köz, mind a versenyszférából, annak érdekében, hogy ez az immunerősítő program összeálljon. Több mint 100 szakértő vett részt ebben a munkában, több mint 20 kerekasztal beszélgetésen és ülésen vagyunk túl. Ez a munka ez folyamatosan zajlott az elmúlt több mint egy évben, és több mint 100 olyan javaslatot fogalmaztunk meg a fiatalok számára, ami segíti az ő boldogulásukat az interneten is, és a tudatos internet használatukat is elő tudja segíteni. Ezúton is köszönjük a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak a támogatást, de ezentúl fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a digitális jólét programmal, valamint a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel is folyamatosan együttműködtünk, és ez a program, ez az Új Nemzedék Központ gondozásában valósul meg, hiszen az Új Nemzedék Központnak az elsődleges célja és felelőssége a fiatalok számára minél élhetőbb, minél biztonságosabb környezet biztosítása, hogy a felnőtté válásuk a lehető legzavartalanabbul történhessen meg.